lelkesen követik az oktatói utasításokat az aparandi tornateremben összegyűlt sportolni vágyok. A mosoly sem hiányzik az arcokról, ami arról árulkodik, hogy a rendezvény elérte a célját. A téli időszak után többünk fejében megfogalmazódik, hogy jó lenne valamit mozogni. A Mozdulj Aparhant sport és egészségnap remek alternatívát kínált a különböző mozgásformákkal való ismerkedésre. A település első ízben szervezte meg a nagyszabású sportrendezvényt. Ez egy régi vágyam volt, hogy megpróbáljak egy ilyen programot szervezni. Már a 2020-ban is próbálkoztam, csak akkor sajnos a járványhelyzet miatt nem tudtam megvalósítani. Úgyhogy most került erre sor. Egy előadással nyílt a rendezvény, a házi orvosunk tartott az egészséges életmódról egy előadást, ezt követően pedig különböző mozgásformákat próbálhatnak ki az arra érdeklődők. Úgyhogy különböző mozgásformák lesznek egészen 14:30-tól 17:00-ig. Olyanokat, amikhez alkalmas a tornatermünk nyilván, és könnyen mozgatható, tehát a gymsticket, a TRX-et, a jogát, a gerinctréninget, illetve Béres Alexandra óráját fogjuk itt megvalósítani. A rendezvény nem csak a helyieket mozgatta meg, a környező településekről is érkeztek a mozgásformák iránt érdeklődők. A hétköznapok folyamán ez idáig nem volt lehetőség szervezett formában sportolni a településen. Sajnos nem nagyon van erre alkalom a településünkön, kevés az érdeklődő, és pont ezért szerettem volna erre lehetőséget nyitni. Szerintem sokan félünk egy fitness terembe benyitni, hogy mi is a számunkra megfelelő mozgásforma, úgyhogy ennek szerettünk volna egy teret adni, hogy kipróbálhassák, feltessék a kérdéseket, úgyhogy ez egy ingyenes program, ami teret ad ennek a lehetőségnek. Önkormányzati önerőből biztosítottuk, úgyhogy a helyieket és persze a környező települések érdeklődőit is sok szeretettel várjuk. A szervezők nem titkolt célja az volt, hogy egy hölgyeket megszólító sportnappal készülnek, de ennek ellenére voltak vállalkozó szellemű, a mozgásformák iránt érdeklődő férfiak is. Ennek is nagyon örülök, hogy eljöttek, segítenek is a rendezvény terepnek a kialakításában, úgyhogy őket is igazából nyitottak vagyunk mindenkire. A polgármester asszony is megfogalmazta, hogy az egészséges életmód egyik titka a rendszeres mozgás, a másik pedig a stresszes életmód háttérbe szorítása. Utóbbi nehezebben kivitelezhető, de hogy mire érdemes figyelni az egészségünk érdekében, erről Aparhant házi orvosa tartott egy előadást az érdeklődőknek. Az egészséges életmódnak több faktora van. Ez egy komplex kérdés. A legfontosabbak az egészséges táplálkozás, a mozgás, stresszmentes életmód, a jó alvás, a jó egészséges társas kapcsolatok és a függőségektől mentesség. Egész Magyarországról elmondható, hogy ezeken a területeken van mit fejlődnünk, de azért dolgozunk minden hétköznap rendelési időben és túl is, hogy ezen fejlesztünk, ezen a területen a lakóknak a hozzáállását. Hogy megelőzzük a krónikus betegségeiket, illetve lassítsuk azoknak a lefolyását. Az egészségkultúránkon van mit fejlődni, és sokkal könnyebben nyúlnak az emberek egy jelentős része gyógyszerhez, mint hogy a nehezebb utat válassza, mert lássuk be, a teljes életmódon változtatni komoly elhivatottságot és komoly energiabefektetés igényel. És ezen dolgoznia kell nem csak az egészségügynek, de a pedagógus társadalomnak, az egészségügyi irányításnak és az oktatási irányításnak és a szociális szférának együtt, hogy ne csak az egészségügyben érünk el eredményeket, hanem már az egészségnevelés területén is jelentős változásokat érhessünk el. Ehhez pedig az ilyen és ehhez hasonló rendezvények is nagyban hozzájárulnak. A tájékoztatás az nagyon fontos. Az egészségnevelés már az anyamében kell elkezdeni, amikor a terhes, várandós anyát megtanítjuk arra, hogy hogyan táplálkozzon terhessége alatt, hogy egészségesebb gyermeket szüljön. És ez az egészségnevelés a gyermek egész élete folyán folytatódni kellene, mind a felnőtt élet során. Úgyhogy ez a legalapvetőbb, mert minden embernek az első életmód oktatója az édesanyja. És először a szülőket kellene megtanítani arra, hogy hogyan neveljenek egészséges gyermekeket, és hogy utána egészséges felnőttek legyenek belőlük. A délután folyamán szűrővizsgálatokkal is várták az érdeklődőket, lehetőség adódott vérnyomás és vércukormérésre. A mozgás és a rendszeres szűrővizsgálatok kardinális szerepével mindenki tisztában van. Fontos, annál inkább, mert sajnos kettes típusú cukorbeteg vagyok. Tudom jól, hogy sokat kellene mozogni, vagy még többet, de az akaraterő hiányzik. Rendszeresen járok sétálni. Igyekszem, hogy a 7500 lépés meglegyen, a napközben annyit
nem mozgok otthon, vagy annyi lépésem nincs, akkor elindulok egy kicsit a városba, vagy városon kívül. A település sokakat megszólított az első alkalommal megszervezett Mozdulj Aparhant sport és egészségnappal, ahol a szűrővizsgálatokon túl többféle mozgásformával is megismerkedhettek a lelkes érdeklődők.